Jó napot kívánok, Tony McFlynn vagyok a 6 órai hírekkel. Parlamenti közgyűlésen recskázott a képviselője. Saját elmondása szerint unatkozott. Részeg drogosok tüntettek a Hősök terén a kamat eltörlésért a spermabankokban. 3 óra alatt 500-an gyűltek össze, bár nem igazán tudták, miért folyik a tüntetés. További híreink. Saját tehetségkutatója lesz a Nova TV-nek. A Nova Talentbe 3 éves kortól lehet jelentkezni bármilyen számmal, de ha lehetne kérni az Afromentől a Because I Got High-ot, ne. Köszi. Aha, nem. Poti buta Dani megfáj, és hát egy is hátúzottan cool, nem úgy, mint egyesek. Például a Bazsi. Vagyunk mi hárman, mert mi vagyunk a Hülye gyerekek. És mind nekem tapsol. Egy békés délután, amikor is Bazsi a barátaival játszik. Véget van, Vongi! Fulloptolt 47-es szintű pentagonnal dolog, és a mai győzelem borítékolt. Hiába beszélsz, szavai tündefasznyit sem érnék. Tavaly óta hivatalosan is én vagyok az ország legnagyobb kockája. Az ország legnagyobb kockája? Én akkor a kocka vagyok, hogy a Pac-Manben is furdórázok, köcsög. Én pedig már a Sonic the Hedgehog 1-et is Silverrel toltam. Én a Mortal Kombatot toltam patapom ritmusra. Én a Microsoft Outlookban Quickscope voltam. Az én ősöm pedig SEO Auditore da Firenze! Oké, tudod mit? Döntsük el, ki a jobb. 1v1. 15 pontig. Jól van, de tegyük érdekesebbé. Ha én győzök, elismered, hogy nagyobb kocka vagyok, mint te valaha is leszel. Viszont ha én győzök... fellépsz a Nova Talentben. Áll az alkú. Így hát. Én és az a nagy eszem. Hogy állhatom ki az ország legnagyobb kockájával abban a hiszemben, hogy majd én győzök? És most emiatt a kis bambuszrágó miatt kell fellépnem abban a hülye tehetségkutatóban. Bazsi, mit mondunk mi a hülyeségre? Jaj, Boti, hagyjál ezzel, most nincs kedv. Bazsi. Mit mondunk mi a hülyeségre? Hogy zsír. Szóval elmész abba a műsorba, kiállsz arra a színpadra, és hívsz minket is, mert van egy nagyon jó ötletünk. Nagyon rossz volt, egyáltalán nem jött át. Komolyan mondom, majdnem bealudtam rajta. De mivel óriási reklám lenne, ha egy Pokémon nyerné meg az első Nova Talentet, ezért azt mondom, tovább engedlek. Szerintem Mari vagy, én tovább engedlek. Bevallom, Jigglypuff, én nem ismerem a Pokémon, de a Super Smash Bros-ban nyújtott alakításod mondhatni siralmas. Mármint mi az, hogy megnyomom a támadást és elalszol? Ez egy határozott nem, Jigglypuff, egy határozott nem. És ezennel Jigglypuff 2 szavazattal tovább jutott a második fordulóba. Következő. És ti vagytok a... Hülye gyerekek, Y-nal. Úristen. Hogy Dante-t idézzem, ma be se kellett volna jönnöm dolgozni. Ez valami hihetetlenül jó volt. Teljesen átjött. Magamban éreztem a zenéteket. Most éreztem először, hogy élek. Szóval a nevetek. Hülye gyerekek, igaz? Hülye gyerekek. Mától szeletek vagytok. Ez hihetetlen. Csak egy sablonos újságos montást teltel, és már is egy étteremben ebédelünk 60-i Balázssal. Kő.
Apropó, mi hogyhogy nem kaptunk asztalterítőt? Ja, kaptunk, csak hát szuperhős Botinak nagyobb szüksége van egy köpenyre. Az a helyzet, Boti, hogy most túl jó kellemben vagyok ahhoz, hogy te felidegesíts. És ma még vár ránk egy fotózkodás, meg egy interjú a heti hetes. Aha! Kenyérpirító van az agyam helyén, ezért nem halok meg egy fejbelövést! Á, mondom, nem halok meg a... Hé! Na! Picsa! Egyszer kifogy az a tár! Menekülj! Hé? Tony McFlane? Majd később bájcsevegünk, vadásznak rátok! Lehet kik ezek és miért akarnak megölni? A Nova TV saját bérgyilkosai. Nova TV? De hisz mi celebe? Túl hirtelen tettetek szert túl nagy hírnévre, ami a Nova TV-nek nem volt bekalkulálva. Gyakaratlanul is, de gátat emeltetek az előre betervezett celebeknek. A szponzorok egy valamit tehetnek. Eltesznek titeket láb alól. És te miért segítesz nekünk, hisz a Nova TV bemondója vagy? Minden ember életében eljön a pillanat, amikor fellázad a munkahelye ellen. És honnan tudod, hogy nem követnek? Ugyan már, ezek még ahhoz is hülyék, hogy beindítsanak egy kamiont. Hát pedig nekem határozottan úgy tűnik, hogy be tudták indítani. Nem, sajnos még mindig nem találtuk meg a hülye gyerekeket, de keressük őket, és ha megtaláljuk, jól megöljük ám. Nekem is itt van a kezemben a shotgunom, azzal majd jól-jól pofán lövöm őket, hogyha esetleg megtalálom. De sajnos még nem találtuk meg, úgyhogy folyik még a nyomozás, igen. Hát ezt is megértük. Egy egész tévécsatorna kívánja a halálunkat. Kezdem érteni, mit érezhetett Tamás atya annó. Csókolom, ki tetszik keresni? Úgy nézek ki, mint egy kis cica! Vigyázz, Boti! Na tessék már, alig felpáncélozott két lábon járó tankokat küldenek utánunk. No csak, ez meg mi? Nekem úgy tűnik, mint egy kommunikáló eszköz. Igen, Bazsi, ez egy iPhone. Bejövő üzenet a Nova TV vezetőjétől. Figyelem minden egységnek, ugye mindenki tudja, hogy holnap óriási publikus rendezvényt tartunk, ahol bemutatjuk az új előre eltervezett celebeket. Ha addigra a hülye gyerekek nincsenek minimum 6,4 kilométernyire a föld alatt, mindenkit kirúgok. Érthető volt? Azt a rendezvény, elmegyünk, Bazsi. Normális vagy, az egész tévécsatorna minket üldöz. Mi meg csak úgy sétáljunk oda a legnagyobb rendezvényükre, hogy csős kacok, mi vagyunk, akiket meg akartok ölni. Hát mekkora hülye vagy már te, Boti? A lehető legokosabb ember ezen a szent planétán, mindenki utánam! Meg akartál sérteni? Hát sikerült. Üdvözlök mindenkit a Nova TV 16. születésnapi partiján. Mielőtt megnyitnánk az estet, egy szomorú hírt kell közölnöm. Ugyanis a mostanában hírnévre szertett hülye gyerekek sajnálatos módon elhaláloztak. De nem kell félni, mert helyettük itt van egy rakatnyi új és friss celeb, aki... Nem! Hazugság! Ne higgyenek ennek a pénzmosónak! Ők akartak eltenni láb alól, mert nem fértünk bele a celebtervükbe. Az egész Nova TV minket üldöz, de most itt vagyunk. Nézzétek, ez a Bazsi, és nem is halt meg. A média hazudott nekünk. Ez lehetetlen. Én már azt sem tudom, melyik oldalon álljak.
Látod, Sebestyén Balázsra nagyon hasonlító ember. A hazugság sosem jó megoldás. Most már úgyis mindegy. Megölni őket! Hola! Bobby! Össétek, vágjátok, zúzzátok, kakké! Hajrá, Bobby! Batárió. Nya! Utána! Szóval akkor végül is nyertünk, igaz? Mhm. És akkor most mi lesz a Nova TV-vel? Összeomlik? Hülye vagy? Az ország egyik legnagyobb kereskedelmi csatornája. Soha nem omlana össze. És mi lesz most Tony McFrane-nel, hogy rájöttek, hogy fellázadt ellenük? Túl nagy hírneve van ahhoz, hogy ártsanak neki. Az egyetlen személy, aki a történetben rosszul járt, az Boti fodrásza. Babám, hogy szállj be, ne kúrjalak! Nagyon csúnya, ijesztő néni.